Sziasztok! Már az előző watt cycle, a 12 voltos 314 amperórás akkunak a bemutató videójában szerepelt ez a dal részlet. De ha valamire igazán érvényes, akkor az ez, a kétszer akkora 12 volton 628 amperórás és így több mint 8 kWh-s kapacitású monstrum, ami igazából a nagy élvezet az egyértelmű, a nagy test az viszont csak a súlyára érvényes, ugyanis ez közel 70 kg, de valójában a fizikai méretei nem nagyok. Nézd meg, a 24 centi magas, a legnagyobb szélessége, vagy legnagyobb hossza 48 centi, és 36 csak a szélessége, szóval elképesztően kicsi ahhoz képest, hogy 8 kWh és 70 kilónyi akku van benne. Ebben a videóban ezt fogjuk megnézni közelebbről. Először következzen egy igazi való életből vett teszt, ugyanis tegnap lebetonoztam itt a garázs előtt ezt az utolsó, még hátralévő részt. Ez egy körülbelül 7 négyzetméteres rész, de 12-13 centi vastag betont csináltam, tehát durván egy köbméter betont kellett keverni, és ehhez nem vezetékes áramot, hálózati áramot, hanem kizárólag az akkuból vett áramot használtam. Tippeljétek meg, még mielőtt kiderül, hogy ehhez a körülbelül egy köbméternyi, tehát durván 2 tonna betonnak a megkeverése után még mennyi, hány százalék töltöttség maradt ebben a nagy akkuban. Na nézzük! A méréshez a szokásos összeállítást készítettem el. A mérőműszer a teljes kimenő áramot méri. És ezután jött a 3000 wattos inverter. Mivel ez az akku is bluetoothos, a WattCycle applikációban követni is lehet a főbb adatokat. 100%-os töltöttségről indultunk, és mivel az akku az elmúlt hetekben is kint volt a műhelyben, a belső hőmérséklete 2,7 Celsiusra csökkent. Ezt még simán bírják az ilyen akuk. Az inverterbe dugott sárga hosszabbítón vittem el az áramot a kb. 30 méterre álló betonkeverőhöz. A betonhoz előkészített 200 liter vízbe 2,5 liter kalcidur kötésgyorsítót kevertem, hogy ebben a hidegben is a lehető leghamarabb megkössön és véletlenül se fagyjon meg. Két lapát sóder, 2 lapát cement. Háztáji körülmények között ez az arány szinte mindenre megfelelő. A műszer szerint a betonkeverő 5-600 watt között fogyaszt, így a munka közel felénél még csak 3%-ot merült az akku. Kb. 3,5 óra alatt végeztem, ami alatt a betonkeverő csak szakaszosan üzemelt. Így végül az 1 köbméter megkeveréséhez kb. 65 amperóra, vagyis valamivel több mint 800 wattóra kellett. Az akkuban a végére is még 90% töltöttség maradt.
Ez most egy új termék a Vatszajkelnél, ezért is akartak küldeni egyet, hogy meg tudják mutatni nektek, a magyar nézőknek is, mert egyébként az a tapasztalat, hogy ezekből a nagy 200 amperóra, meg a fölötti 12 voltos akukból elég sokat vesznek a magyarok, ezt látják a Vatszajkelösök a honlapjukon. Nem is csodálom, mert egyébként minőségben, meg árban is ez a márka szerintem nagyon jó. Nálam már a 100 amperórás minitől kezdve nem tudom hányféle akkujuk volt, és mindegyik tudta a ráírt adatokat a kapacitás teszt alapján. Erről így külsőre annyit mondanék, hogy ez a többivel, a kisebbekkel ellentétben ez fém burkolatú, nem pedig műanyag házban van, és hát ugye egyrészt ez a robosztusságához hozzátesz, tehát ugye kevésbé sérülékeny. Nyilván a súlyából adódóan ezt amúgy se fogod nagyon dobálgatni, meg ilyesmi, de azért így az egyik oldalát meg lehet emelni. Hát én egyedül nem bírom el ezt a feleségemmel, a Gabival ketten cipeltük be ide, tehát na, az a helyzet, hogy a fizikai méretei alapján én elgondolkodtam azon, mert az előbb láttad, lemértem, és beférne a lakókocsiba az ágy alá, elgondolkodtam rajta, hogy ezt beszerelném a lakókocsiba, és akkor aztán tényleg nem kellene azon gondolkodnunk, hogy mit, milyen elektromos berendezéseket használunk, de azért a 70 kiló azért az ettől eltántorított, úgyhogy most a fele ekkora 314 amperórás van benne a lakókocsiba, hát igazából az is már eszméletlenül sok mindenre elég. Nemrég az elektromos sörfőzőgéppel a kékestető közelében arról az akkuról főztem egy komplett sört, erről van itt egy videó, ha még esetleg nem láttad. Szóval na, fémház, és ráadásul ilyen fém fogantyúi vannak, hát így egyedül én nem tudnám megemelni, de két ember ezeknél fogva már elég jól tudja cipelni, és ilyen elég robosztus termináljai vannak, ilyen védőkupakkal. Ez azért is jó, mert ide már ugye valójában bármekkora sarut ide lehet tenni. Ez, ahogy itt rá is van írva, egy 300 amperes BMS van benne, ugye ez azt jelenti 12,8 volton, hogy az már közel 4 kW teljesítményt tud, pillanatnyi teljesítményt tud, tehát gyakorlatilag tényleg én nem nagyon tudok hirtelen olyan fogyasztót, aminek 4 kW-nál több kellene egyszerre, még ha a villany tűzhelyet bekapcsolom a házban, az is olyan 2,8-2,9 kW, szóval igazából eleve ebből a szempontból, ja is ráadásul ugye mivel benne van ez a 628 amperórányi cella, ezt tartósan tudja is ezt a 4 kW-ot. És hát tulajdonképpen így kívülről ennyi, egy nagy fém doboz, tele van cellekkel, itt van rajta egy ilyen garancia matrica, nem fogom most szétszedni, mert nem akarom elveszíteni a garanciát, de megnézzük, hogy a belső ellenállása alapján igaz lehet-e az, amit a gyártó állít, hogy legmagasabb minősítésű cellákból van összeépítve. Ehhez ezt az FNIRC belső ellenállás mérő műszert fogjuk használni. Nem tudom, hogy láttad, de már erről van külön bemutató videó. Itt meg tudod nézni, hogyha még nem láttad. Nagyon jó kis műszer. Pontosan erre való, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy egy akku egyrészt milyen állapotban van, hiszen a belső ellenállás arról is árulkodik, vagy egy új akku esetében azt, hogy milyen minőségű cellákból és egyéb belső alkatrészekből van, hiszen a belső ellenállás erről nagyon sok mindent elmond, ilyen csipeszes végződése van. Ennek a videóját megnézed, ott láthatod, hogy többféle ilyen mérővezetéke van, de a legegyszerűbb ez a csipeszes, ide rácsiptetjük, és akkor itt mutatja is, hogy 1,41 millióm a belső ellenállása, most jelenleg így, hogy a betonkeveréssel ugye lemerítettük 90%-ra, így 13,35 volt a feszültsége, és 1,41 millióm, az nagyon-nagyon jónak számít. Azt mondja a honlapján, egyébként berakom a linkjét a leírásba, ott meg tudjátok nézni minden technikai paraméterét, meg egyébként a Vatszajkeltől közvetlenül meg is lehet rendelni, úgy a legolcsóbb egyébként, hogyha tőlük veszed. Szóval a lényeg, hogy ott azt írják, hogy 50
millióm alatt van a belső ellenállása. Hát ez egyébként egy általános érvényű dolog, hogy a lítium-vasfoszfát akuknál 50 millióm alatt elfogadható, de minél kisebb ez az érték, annál jobb. Ez azt mutatja, hogy maguk a cellák is, a celleknek a belső anyaghasználata meg a belső szerkezete is nagyon jó, illetve az őket összekötő elektromos vezetők is megfelelő anyagból, megfelelő méretezéssel vannak elkészítve. Ez meglehetősen jól mutatja, hogy ez egy jó minőségű, jó minőségben összeragadt akku, és ez azt is eredményezi, hogy egyrészt valószínűsíthetően az élettartama is meglehetősen hosszú lesz, illetve a töltés és merítés során is, mivel nagyon kicsi a belső ellenállása, nagyon kicsi veszteséggel tudja fogadni a töltést, és a merítés során is nagyon kicsi veszteség termelődik benne, ebből kifolyólag nagyon kevésbé melegszik. Ez is egyébként az élettartamra is jó hatással van, meg olyan szempontból is előnyös, hogy tulajdonképpen nagyon jó hatásfokkal dolgozik, tehát a beletöltött áramnak a legnagyobb része kivehető. Ja, és ha esetleg nem lennél képbe, hogy ez a több mint 8 kWh kapacitás, ez mit jelent, vagy mire elég, hát azt annyit elmondok, hogy nekünk a több mint 10 részes videósorozatban, itt meg tudod nézni az első részt, a bemutatott napelemrendszer, ami az egész házat ellátja, és még ilyenkor télen is, amikor napközben van napsütés, akkor utána éjszakától reggelig elbírja még a fűtőklímáknak a működtetését is, abban a rendszerben 12 kWh-nyi akku van, tehát másfélszer ennyi, mint ez, és az egész házat ellátja, sütünk, főzünk, fűtünk, minden. Hogyha napközben van napsütés, akkor az akkumennyiség elég. Tehát most ennek mértéke, vagy ehhez viszonyítva érdemes a helyén kezelni ezt a 8 kWh-t. Hogyha van egy hétvégi házad, ahol nincs vezetékes áram, vagy horgásztanyád, vagy egy mobilház a telken, vagy mit tudom én, bármi ilyesmi, akkor egy ilyen akkut oda beraksz, akkor már nem nagyon kell azon gondolkodni, hogy a villanyrezsón esetleg főzhetsz-e ebédet, vagy elindíthatod-e a mosógépet, vagy a ruhaszárítógépet, vagy bármit, mert ez már arra elég. Hogyha meg esetleg kettő ilyet beraksz egymás mellé, akkor meg tényleg az már tényleg egy többfős háztartásnak az ellátására is elég. Szóval ez, na, tehát ez a kapacitás, ez már tényleg nem akármi, ez már nem az a kategória, amit a lakókocsikba, lakóautókba, hanem ez tényleg egy ház ellátására alkalmas kategória, és ehhez képest az ára nagyon kedvező. Most úgy látszik, hogy a WattCycle nagyon szeretne betörni az ilyen nagy akuknak a piacára is, és ezért szerintem lehet, hogy ezért adják ilyen jó áron most ezt az új cuccot. Ja igen, Smart Edition, ahogy a betonkeverés közben láthattátok, a WattCycle mobil applikációban mindenféle adatát meg lehet nézni. Ott külön az applikációban lehet távolról vezérelni, kibe kapcsolni a töltést és a merítést is, meg folyamatosan felügyelni lehet az akut, sőt ráadásul még az applikáció arra is lehetőséget nyújt, hogy a különböző adatokat, tehát mondjuk a minimális feszültséget, ameddig hagyja magát lemeríteni, a hőmérséklet, tehát ameddig hagyja magát tölteni, illetve meríteni, meg ilyen ehhez hasonló más adatokat is lehet akár személyre szabottan is állítani. Sőt, még egy olyan módja is van, ez már az új verziója az alkalmazásnak, ami a paralel, tehát párhuzamosan kapcsolt mód, és akkor olyankor, hogyha kettő akut párhuzamosan kapcsolsz, akkor a BMS-ek, hogyha ez a mód be van kapcsolva, akkor ennek megfelelően vezérlik a töltést meg a merítést. Ez is szerintem egy nagyon okos funkció. Ahogy mondtam, a link a leírásba, és azt meg csak remélni tudom, hogy ez a videó ismét hasznos volt a számotokra. Hogyha igen, akkor a csatorna működését egy lájkkal tudjátok segíteni, amit alul benyomtok. Hogyha hype-ot is nyomtok rá, akkor még jobb. És ha még nem vagytok feliratkozva, de hasonló tartalmak érdekelnek, akkor tegyétek meg, mert a jövőben jönnek még akus, napelemes és egyéb hasonló videók is. Úgyhogy erről már ennyit. Sziasztok!